Hatalmas kékszínű kanapé a színpadon. Ez volt az egyetlen díszlete annak az izgalmas produkciónak, amelyet a budapesti Katona József Színház hozott el a fesztiválra Máté Gábor rendezésében. A Két Korea újraegyesítése című előadás szerkezete különleges, mivel rövid etüdőkből áll, így a szereplők több alakot is magukra öltenek egyetlen este alatt. Kulka János szerint nem nehezíti meg a művészek feladatát, ha 6 különböző figurát formálnak meg. Nem nehezíti meg, mert nagyon kalandos dolog, vagy nagyon szokatlan dolog ez, hogy nem egy szerepet játszunk elejétől végéig, hanem ugrálunk tulajdonképpen egyik karakterből, egyik szerepből a másikba. Bizonyos szempontból persze nehezebb, mert élesebbek talán a váltások, vagy így a kontúrok a különböző jelenetek között, de maga az írott anyag nagyon, nagyon tartalmas, nagyon, nagyon gazdag, érzelemgazdag, nagyon jó humora van, sok nagyon... Szeretem, amiről szól. Nagyon tényleg igazi öröm játszani. Fullajtár Andrea alakít többek között menyasszonyt, babysittert és elhagyott barátnőt is. A művész úgy véli, színészpárti a darab, ezért a társulat nagyon élvezte a próbákat. Nagyon könnyed francia humort kell elképzelni természetesen, de mellette azért minden jelenetnek nagyon-nagyon erős drámaisága is van, tehát nem akar felhőtlenül szórakoztatni, hanem sokkal inkább azt akarja az előadás, hogy azért megérezzük a lehetetlenségeit a kapcsolatainknak. Érdemes kihasználni a hátralévő napokat, hiszen a versenyprogram előadásai mellett nagyszerű koncertek is várják majd a közönséget. Csütörtökön a Kossuth téren fellép a Quimby, pénteken pedig egy kínai zenekar, a Hangály érkezik. A József András Múzeum és a Pál Gyula terem kiállításai egész héten nyitva állnak a látogatók előtt.